egyéniségünk. És vele fogunk ma beszélni a munkásságáról, illetve az irodalom kérdéseiről. És rögtön fel is tenném az első kérdést. Első kérdés, hogy Lackfi János vajon minek érzi magát elsősorban, vagy pedig nincs ilyen különbségtétel, hogy mondjuk par excellence költőnek, vagy prózaírónak érezné magát, hanem egyszerűen éppen az, tehát éppen prózaíró a prózát ír, éppen költő a költőt ír. Hogy van ezzel az irodalmi írói tolforgató identitással? Szép jó estét kívánok mindenkinek, és jogos a kérdés. Elsősorban író embernek érzem magam, ez a költőt is jelentheti, meg a prózaírót is jelentheti, és igazából azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen egy jó vers az is krimi, meg egy jó sztori az is krimi. És mindig van valami hiányzó elem, amit az olvasó jó esetben szeretne kipótolni, és azért teszi magáévá a szöveget. Tehát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ilyen storyteller vagyok, de tulajdonképpen az is, szóval fele-fele részben, talán költőként jobban látszom, bár van, aki prózaíróként ismer, vagy szeret jobban, és körülbelül ugyanannyi verset írtam, mint prózát. És tényleg inkább egy téma, egy motivum, egy kép, amikor jön, akkor derül ki róla, hogy ez végül is felszáll, hogy prózába került, nem kívülkében. János, abban, hogy te irodalmár lettél, literátor, ugye van erre egy jó cseszó, a literát, abban milyen szerepe volt, és egyáltalán volt-e szerepe, hogy a családi indítottától is, tehát nem éppen szokványos, édesanyát költőnő, édesapát költő, méghozzá mindketten ismert költők. Ennek volt szerepe abban, hogy barátnak, mint íróval, költővel, tollforgatóval beszélünk? Hát nagyon sokat köszönhetek én annak, hogy irodalmi családba születtem, irodalmilag halmozottan hátrányos vagy halmozottan családba, de én tenoristának, operaházi tenor énekesnek készültem eredetileg, és aztán egy 17 éves kori szerelem fordított az irodalom felé, pontosabban elkezdtem szerelmes rajtokat írni, de hát ez kevésbé volt szerelem, mint inkább azt szoktam mondani, hogy az irodalom érvénye előbújt belőlem, tehát ez egy ilyen katalizátor szerelem volt, mert nem nagyon adtam oda a lányok a verseket, hanem megírtam őket, és megmutattam édesanyámnak, aki sok fiatal költővel foglalkozott akkoriban, hogy érdemes-e ilyeneket csinálni. Itt az otthoni közegnek azt köszönhetem, hogy volt 10 000 könyv a polcon, és azokból meg is kérdezhettem, hogy mi van bennük, tudtak tanácsot adni a szüleim. Aztán az, hogy sok hétkezi munkát végeztünk, tyúkokat tartottunk, paradicsomot termesztettünk, és az írás is egy hétkezi munkának tűnt. Illetve, hogy elég sok író-költő járt nálunk a mindennapokban, tehát nem ilyen misztikus istenségek voltak nekem, hanem húsvér emberek, és kevesebb csalódás is ért a későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm. Ezek szerint te legalább 17 éves korod óta versenyez folyamatosan, és tünet nélkül, ezt mutatja a verses köteteid jegyzéke is. Első köteted 1992-ben jelent meg magam címmel, amelyet számos kötetet követett, mert felsorolásaiknak rendkívül sok időt venne igénybe. Már megemlített például az 5 seb bűnű kötetet 2000-ből, elképzelhető 2001-ből, a hófogó tartalmány 2003-ból, és 2005-ben rozumím. Thank you. Na, hol maradtak le a vonatról, szegény?
Kellemetlen. Hát ez a... Ez vele jár, sajnos. Ugye, hogyha időben sikerül megszervezni, hát, igen, akkor mi link, vagy csak kicsit last minute volt, igen, de na mindegy, hát most ez van. Már mindig elhatároztam, hogy de szerzek egy állványt, mert ezért a mobil állványt, igen, mert közben gorgyolhatunk. 165 élőadást a koronavírus alatt, úgyhogy ilyen könyveken volt itt. Értem. Nem mondom, hogyha vége lesz, akkor meglepem magam, de még nem leptem meg magam a mobil. Na, gyerekem. Amíg élünk, reméljük. Igen. Szerintem, amíg élünk, elég tűrhet. Tehát én mobilnak nem túl combos. Van keveset. Köszönjük, hogy nem Argentínáról. Hát így. Lepső erdő. No. Reméljük. Az vagy erre a Skype-on még elkezdem feltelepíteni, hogy tudja. Meg vagyunk? Můžeme jít dál? Igen. Igen. Igen, 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 igen. Rendben van. Akkor kérem szépen a helyzetre. Igen. Köszönjük. Akkor a helyzetre való tekintetben. Igen, jó, igen, jó. Rendben van. Akkor kérdezőben a helyzetre való tekintettel arra kérem vendégüket, Lackfi Jánost, hogy olvassa fel a szövegét, amelyet a nézők csenyelven tudnak majd követni. Szuper. Tessék. Magyarok görbe tükörben címmel néhány mini-esszé következik. Füled bokáig. Ha magyar ember eltöprenget, vajon miből tudható, hogy ő éppen magyar? Abból, hogy tudja, valja, borban az igazság. Ezért pár pohár bor után az asztalt kezdi csapkodni, és kijelenti, hogy mindig neki van igaza. Valja azt is, hogy sörben a bölcsesség, ezért pár korsó után jóságosan kijelenti, hogy mindenkit szeret, és mindenkinek igaza van. A pálinkában ilyen elvont fogalmak nincsenek, azt inni kell, a több majd kiderül. Abból, hogy minden külföldinek kész elmagyarázni, nyelve agglutináló, mint a japán, vagyis kicsi darabkákból van összebütykölve az összes szó. A japánokkal egyébként abban is egyetért, hogy minden tisztességes ember először a vezeték nevét adja meg, csak aztán a keresztnevét. Ez így logikus, nem tudni, miért is nem értik az összes többiek. Abból, hogy végtelen mennyiségben képes disztó vicceket, anyós vicceket, rendőr vicceket és zsidó vicceket mesélni. Abból, hogy a tésztát édességnek tekinti mákkal, dióval, lekvárra leszi, és ezzel idegrohamba kerget minden becsületes olasz. Abból, hogy hisz a szent levesben, melyet az étkezés elején szolgálnak fel, a szent savanyúságban, melyet a húsételhez szervíroznak, és a sajtról legfeljebb meleg szendvics jut eszébe, semmiképpen. Abból, hogy míg az angol búcsúzás nélkül távozik, a magyar távozás nélkül búcsúzni. Abból, hogy ajtóhoz érve előre engedi a hölgyeket, de bevág eléjük a kocsmába lép, hogy vagy nyugati lovagiasságból saját testével fogja fel a repülő késeket. Abból, hogy le is felsegíti a hölgyek kabátját, akkor is, ha azok nem akarják. Abból, hogy kötelességszerűen megjegyzi, magyar ember evés közben nem beszél, mondja mindjárt teli szájjal.
abból, hogy mások egészségére kívánja a tüsszentést, pedig egy dán inkább bocsánatot kér miatta. Abból, hogy nem tűri a böfögést, pedig a mongoloknál ez a háziak főztjének kötelező dicsérete. Wow. Abból, hogy nyilvánosan orrot fúj, pedig ez Japánban súlyos illetlenség. Abból, hogy rászól arra, aki szívja az orrát, vagy szemrehányóan zsebkendőt nyújt neki, és nem tűri az étellel való szörcsögést sem, pedig ezek Japánban vagy Kínában természetes dolgok. Abból, hogy hegynek hívja a dombokat, és tengernek legnagyobb tavát. Abból, hogy az összes nép fiaival ellentétben a jobb kezén hordja jegygyűrűjét, gyémántot pedig a világért nem tetette bele, mert az flancolás. Abból, hogy gyerekként ki kell állni az esőre, mert attól nagyra nő. Répát kell lennie, mert attól fog tudni fütyülni. És penótot, mert attól lesz erős. Ha csak a vastartalom számít, afelől akár egy lapátot is szopogathatna. Abból, hogy születésnapján meghúzgálják a fülét, és azt kívánják, bárcsak érne bokáig, pedig ez nem lenne se praktikus, sem esztétikus. Abból, hogy tudja, ennek a listának még nem ért a végére, és lehet, hogy soha nem is fog. Következő kis eszé címe, szerény, mint az ibolya. A magyar ember szerény, mint az ibolya, mert az ősi kollektív bölcsesség azt tanítja, így majd a sötétben is elárulja az illata. A magyar ember nem azért szerény, mert ez nála jellemvonás, hanem mert nemzedékeken keresztül erre tanították, igaz, maga sem tudja, mire jó a szüntelen szerénykedés. Magyarországon már vendégségbe is csak sorozatos, kölcsönös szerénykedés kíséretében lehet megérkezni. Sziasztok, akkor leveszem a cipőm, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le. Ó, ugyan, felesleges levetni, de leveszem. Mi csak úgy röbdösnek a sárkoloncok szerteszét, mi ezt direkte szeretjük, de én akkor is leveszem. Ó, ugyan, nincs itt akkora tisztaság, de hiszen ragyog a parkett, és vágni lehet a domestos illatot, mondom, hogy leveszem. Ó, mi legfeljebb évente egyszer takarítunk, térdig ér a dzsuva, meg a kanaj, ne vedd le. Jó, akkor mégse veszem le, köszönöm. Ha ennyivel véget érne a rituálé, elkönyvelhetnénk, hogy ez csupán egy nagyon fura szertartás, a féle felesleges sallang, ám a fenti jelenet tartós frusztrációt okoz mindkét résztvevőnek. A házigazda magában azon filozofál, miért rohad meg ez a tetves vendég, aki képtelen tiszteletben tartani a három napi megfeszített munkát, melynek során a kedvéért a perem alatt is megölték a baktériumokat, méghozzá egyenként, popiszkálóban. A vendég pedig bosszus, mert úgy érzi, a házigazda mégis jobban örült volna, hogyha leveszi a cipőt, de minek akarják látni ezek a marhák az én lyukas zoknimat, szagolni a büdös lábamat, mi a francot féltik úgy a padlót, mintha azon ennének, aludnának. Ha pedig tényleg azon esznek, alszanak, akkor lökjenek ide egy nyavajás papucsot, és udvariaskodjanak nekem orba szájba. A mindenkori háziasszony ugyancsak nem állja meg szerénykedés nélkül, a legincsiklandóbb ételkölteményt kapcsán is megjegyzi, hogy a krumpli még főhetett volna, vagy talán egy kicsit túlfőtt, nem elég sós, vagy egy kicsit most túl sósra sikeredett. A rizs túl tapadós, vagy kissé száraz, a mártás hígabb, vagy sűrűbb a kelleténél, a hús nem elég porhanyos, vagy szétesik. A zöldség az nem ilyen szokott lenni, a sütemény is teljesen másmilyen állagú és ízű többnyire. Nem ilyen cukros, vagy épp hogy édesebb, de nem volt otthon hozzá szinte semmi, és minden volt bezárt, így kellett összerítjenteni ezt a hatfogásos, szerény vacsorát. A vendég ismét kérdezett. Legkitűnőbb éttermi minőség, és ezzel végső soron azt állítja, hogy a háziasszony, akinek a főztjét éppen mind eszik, egyfolytában hazudik. Örökzöld jelenet a tálban található utolsó sütemény is. Vegye csak ki a kedves vendég, állj inkább a háziasszony. Nem, ő nem is éhes, akkor a házigazda. Nem, ő már degeszredte magát, több nem fér belé, meg aztán udvariasság is van a világon. De nem, de igen, ne sértse meg, de nem, de igen, talán nem ízlik, de igen. Akkor vegye már ki azt az átkozott süteményt, senki sem számolja, hogy már a 13-at eszi. Szerénynek lenni, az végtelenül szimpatikus dolog, markáns, visszafogott arcél, félárnyék, hárító kézmozdulatok, no offense, elegáns szűkszavúság, semmi hivalkodás. Stílus a végtelenségig, csak hogy.
nemzetközi mezőnyben nem mindig értik ám az ilyesmit. Így aztán, mikor a magyar ember idegen környezetbe kerül, álmélkodva tapasztalja, hogy míg ő folyamatosan és ösztönösen azon mesterkedik, hogy saját önbecsülését aláássa, más nemzetek fiai roppant büszkék, még szabad szemmel nem látható teljesítményeikre is. Ha például a magyar ember kijön egy versenyvizsgáról, ahol úgy érzi, most aztán kivágta a rezet, és egy történetesen külföldi kolléga rákérdez, hogyan sikerült, hát roppant pofátlanságnak és túl kézenfekvőnek tartaná az efféle választ. Úgy érzem, jól kell a végtelen licitálást valahogy így, de biztos, hogy jól sikerült, dehogy, de hiszen máskor is mindig jól sikerült, nem, két hete például vacakul, akkor az kivétel, te mindig szuper vagy, gondolod, jaj, ne hozz zavarba, de most akkor rossz, most akkor is rosszul ment, nem, majd meglátod, biztos felvesznek, sőt, rögtön téged neveznek ki igazgatónak, és így tovább a kellemes tánc rendszerint. Ám a külföldi csupán a konkrétumok érdeklik. Mire a magyar dadogni kezd, hogy hát talán baj van a nyelvtudásával, vagy a felkészültségével, vagy a szakmai tapasztalatával, vagy nem nézte át a legújabb statisztikákat, vagy a hozzáállása nem volt elég pozitív, a külföldi kolléga pedig együttérzően bólogat, őszintén sajnálja ezt a rakás szerencsétlenséget, rejtély, minek jött ide ilyen felkészületlenül, és titokban egy kicsit örül is, mert ezek szerint az ő esélyei már is nőttek. Ilyen ez a magyar ember. Ha 6.450.643 gyufaszából 5 évi munkával, minden szabad ideje feláldozásával, látását kockáztatva összeragazgatja az országház makettjét, a firtató kérdésekre szégyenlősen csak annyit felel. Nem kell eltúlozni, csak volt pár fölösleges napom, erre bárki képes. Díjat nyer Cannes-ban a filmjével, és lenyilatkozza, hogy ez nem volt akkor a teljesítmény, összejöttek egy pár baráttal hűlni, fölvették home videóra, és szerencséjük volt, különösen egy másik, sokkal jobb művet akartak beküldeni a filmszemlére, csak összecserélték a DVD-kkel. Megmásza a Mount Everestet, ám eredetileg mindössze a közérbe szaladt le tejért, csak már nem volt, ezért tovább indult a távolabbiba, de eltévedt, gondolta felszalad a hegyre, hogy körülnézzen. A magyar ember néha elgondolkodik, hogy vajon nagyjaink is szerénykedtek-e szériában. Mondta-e Mátyás király vendégeinek a Korvinák kódexeivel zsúfolt könyvtára látta, hogy fiúk, csak bedobálták hozzám ezeket a színes prospektusokat, én meg csöppen redbe raktam őket, vagy a fekete seregre, hogy zsúrt rendeztem az unokaöcsémnek, és a haverok meglepinek beutöztek feketébe, aztán meg felszaladtunk Bécsbe szórakozni. Mondta ez Széchenyi a Tudományos Akadémiára. Eredetileg csak egy kutyaházat terveztem a Buksinak, de aztán gondoltam, legyen, aki vigyázz a jószágra, ha nem vagyok itt. Hát Kossuth a forradalmunkra, untuk a tévéműsor, csaptunk egy kis murit a Pilvaxba, de semmi komoly. És Nagy Imre 1956-ra szerveztünk egy ismert meg Magyarországot körutat, kár, hogy főleg orosz turisták jöttek fényképezőgép helyett géppisztollyal. Szerénység ellen is van orvosság. A magyar ember szeszes ital képbe vonná, hogy mindenben a magyarok a legjobbak a világon. Aztán akad olyan magyar ember is, akinek ehhez innia sem kell, hiszen tartósan a fejébe szállt a dicsőség. Külmagyarok. A magyar ember diák volt 1956-ban. Ott lövik agyon a rádió épülete előtti aszfalton, ha kedvesebben nem rántja egy kapuajba. Sosem jut át a határon szerelmével, aki 10 gyerekkel és sírig tartó hűséggel ajándékozza meg. Sosem lesz egy orvosi protéziseket gyártó gigászi cég igazgatósági tagja. Rozoga amerikai autóját, mellyel egy fényűző igazgató tanácsi rendezvényre igyekezett, sosem terelték volna be szégyen szemre egy elegáns hotelépület vörös szőnyege elé, hogy mikor az egyenruhás portás előzékenyen kitárja a kocsi ajtót, az hatalmas nyikorgással bám, leszakadjon. Sosem mesélgették volna évekig nevetve, amint feleség elegánsan kikászálódik maga Varta nagy estéjében, és fellengzősen odaszól a rozsdás ajtót szorongató Inasnak. Adja csak, nem érdekel. A magyar ember 1956-ban átszökik a határon, Pennsylvániában diplomát szerez, szolgál az amerikai hadseregben, pisztollyal hadonászó emigráns kölyköket tanít az angol nyelv és irodalom szépségeire külvárosi iskolákban.
háza alaksora az ő saját birodalma, remek, rubok gurulnak le a torkán, verseket ír angolul az emigrációról, folyóiratot ad ki más emigránsok verseivel, olykor több száz kilométert autózik reggel és délután munkahelyére, majd vissza hazáig. Mindig egy üveg kólát visz magával, szómi oltónak, és hogy a nagyvárosi dugóját a kocsisorba is WC-t keresnie, hát a kiürült palackot vezetés közben magyaros leleménnyel diszkréten meg is tölti újra. Felesége háta mögött panaszkodik, mert az amerikai költőnök szexuális szabadossága nem több, mint üres legenda, így aztán Magyarországra jár haza anyanyelvi továbbképzésre. A magyar ember atomfizikus. Az itthoni kutatólétbe beleunva franciaországi ösztöndíjat szerez, majd kín marad. Családja helyett újat alapít, létrehoz egy közlekedő számára felfoghatatlanul működő, láthatatlan dolgokat pásztázó mérőműszer, majd annak egyes példányai között ingázik Tokiótól, Los Alamosig, Berlintől, Grenoble-ig, dühöng, amiért egy nyamvat teniszező kastélyt vásárolhat fizetéséből, a kiemelkedő tudósoknak pedig éppen csak egy nagyobb macska háza. Eközben a magyar ember idehaza üldögélt, magyar cipőt hordott és magyar farmert, és pár évente kapott útlevelet, csorgatta a nyálát Ausztriában az illatos mosóporokat, a korlátlan banán vásárlási lehetőségeket és hét nyelven beszélő televíziókat kínáló rotadó kapitalizmus láttán. Ha ügyesebb volt, neki látott csendse. Lepaktált a vámosokkal, szövetkezett élelmes nyugati rokonaival, és feltöltötte turkálójának készleteit lélegzet elállító paradicsomi használt ruhákkal. Várta a csomagokat, amelyeket a külföldre szakadt magyar emberek küldözgettek neki, soha semmiből nem érkezett annyi, amennyit a pakba beleraktak. De a magyar ember nem kereste a bajt, elvégre a postán is magyar emberek dolgoztak, éltek, ahogyan lehetett. Időnként látogatóba érkezett hozzá egyik másik külhomba szakadt magyar ember, rágógumit hoztak, swingám, és Snoopy pólót, yeah, Lind csokit, yeah, és single malt whiskyt, no meg a szabadság lehelletét. Elmondták neki, hogyan is néz ki felülnézetből kicsi, hülye országa, mit hol ront el a szocializmus. No, meg azt is, hogy a kapitalizmus sem fenékig tejfel, még ha 90 féle színárnyalatú zokni, és 4-5 párt közül választhatja is ki az ember azt, ami végül így is, úgy is rábüdösödik. A közoktatás, csak selejtet termel, helyette ott a nyíreg drága magánoktatás, a társadalombiztosítás, egy katasztrófa, a szakszervezetek, azok pedig korruptak. Hitte is, meg nem is a magyar ember, amikor másnap a viszki mámora elpárolgott a fejéből, hiszen olyan valószínűtlen volt az egész, mintha Neil Armstronggal cseverészett volna, hogy milyen hideg van a holdon, jaj, és ha az ember leejti az öngyújtót, nem hajolhat le érte, ha pedig lekési az űrhajót, nem várnak rá a srácok. És akkor egy kis egészséges magyar pessimizmus. Régen tép. Egy szerb asszony mesélte, aki magyar férjével költözött hazánkba, hogy sok mindenen könnyen túltette magát, de a magyarok pessimizmusán 20 éve újra és újra ledöbben. Egy esős napon például megszámolta, hogy amíg az irodaház 10. emeleten lévő munkahelyére megérkezett, 9 ember vázolta fel a legkülönfélébb világ vége víziókat, pusztán az időjárás kapcsán. Nem hiszem el, hogy mennyit esik. Rettenetes ez a sok csapadék. Nem lehet kibírni. Évről évre rosszabb. Árvíz lesz ebből, meglátod. Minden szét fog rohadni. Kidőlnek a fák, beomlanak a házak, tönkre mennek az utak. Ez már globális folyamat. Ez már visszafordíthatatlan. Ugyanez a műsor létezett kánikulára szabott változatban is. Kibírhatatlan ez a hőség. Izzadok, mint a ló. Gutaütést fogok kapni, és szívrohamot. Régen ilyen hőhullámok nem léteztek, nyakunkon az aszály, kiszáradnak a folyók, a Balaton már csak bokáig ér. Kisül minden növény, nem lesz zöldség, se gyümölk, se kenyér, éhen pusztulunk, nyomorult halál lesz. Sivataggá változik ez az ország, egy csepp vízért elvágjuk majd egymás torkát. Ez már globális folyamat, visszafordíthatatlan. Nem mintha Szerbiában az emberek nem panaszkodnának néha a meteorológiai változásokra, a különbség abban áll, hogy az
ottaniak egy-egy röpke mondattal elintézik a dolgot. Hát igen, esik, majd eláll, vagy most aztán baromi egy hőség van. Esernyőt keresnek, frissítőt isznak, és többet nem nagyon törődnek a dologgal. Itt pedig mindenki szemlátomást ezen emészti magát, és igyekszik egyre mélyebbre és mélyebbre kalapálni a talajba életkedvét, amíg aztán már semmi nem látszik ki belőle. A magyar ember amerikai ismerőse kikísérletezett egy abszolút 100%-os módszer, amellyel frenetikus hatást lehetett elérni bármely magyar társaságban. Ha ugyanis a beszélgetés egy pillanatra elhallgat és beáll a néma csend, vagyis az a bizonyos angyal elröppen a fejek felett, a leleményes jenki beveti a csodafegyvert. Hely, nehéz az élet! A reakció leírhatatlan. A kollektíva párás, hálás tekintettel bámul maga elé, kikiverdesni kezdi az asztalt, egymást tódítva az iménti kijelentés kapcsán. De még milyen nehéz az élet, jól mondott Pajtikám, szívemből szóltál, ez az igazság. Hely, ígyunk gyerekek, még egy kör. Bármely külföldi figyelmesen ránézett volna az amerikaira, és faggatni kezdi. Ó, az élet mely területére gondoltál? Ipar, mezőgazdaság, társadalomtudomány, vagy ez egy filozófiai felvetés? Kifejtenéd, hogyan érted pontosan? Esetleg személyes közlésnek vették volna, és ilyen jellegű kérdésekkel bombázzák. Valami baj van, magánéleti gond? Miben segíthetek? Akarsz róla beszélni? Magyarországon ezen kérdések egyike sem fogalmazódott meg. Soha. Itt mindenki pontosan tudja, miről van szó, és rögtön átérzi a sirámot. Hely, milyen jól ismeri a magyarokat, amerikai barátunk. Milyen jól ismeri a bal sorsot, amely régen tép. Something about Hungarian and American mentality. Legend, edge, say, napod. A magyar ember összetalálkozott egy hazánkban élő, rokonszenves, filmszínész kinézetű amerikai ismerősével. A magyar ember izzadt volt és megviselt, ritkuló haja csapzottan tapadt a koponyájára. Úgy érezte, a végét járja. Vagyis igazi, magyaros világ vége hangulat uralkodott el rajta, már csak ezért is bosszantotta, hogy ez a derék jenki nem csak magasabb, fiatalosabb, jól ápoltabb, mint ő, hanem még valami megfoghatatlan, férfiasan, határozott parfümillat is árad belőle. Ruháját pedig, mintha most vasalták volna, pedig alig, hanem épp olyan nehéz munkanapon van túl, mint magyar barátja. A magyar emberen sötét gyanú uralkodott el. Ez a kisimult gazember, ez a tengeren túlról importált kófic, ez netán szabadságon van most, az év kellős közepén, és vígan sétafikál, miközben mások belegebennek a család fenntartásért folytatott őrületes és felelősségteljes küzdelembe. A magyar emberen eluralkodott a sárga irigység. Ebbe keserű ízét érezte a szájában, és eszébe jutott, hogy be kéne venni a gyomorgyógyszerét. A legbosszantóbb, hogy a derék amcsi mindebből semmit sem vett észre. Széles fogpaszta reklám mosolyjal köszönt rá ismerősére. Service brother, örülök, hogy látlak, mondj csak, mi újság! A magyar ember szeme villan, nagyszabású bosszú terve rémlet felelőtte. Na, öcskös, erre valjából. Úgy kell neked, ha örülsz annak, amin inkább sírnod kellene, imádkozzál és ásd meg sírodat. Azzal rákezdte. Pocsék napom volt. Először is munkába menett valami barom belém jött kocsival, aztán még neki állt fejjebb, úgyhogy meg kellett várnunk a rendőrt, aki ugyan nekem adott igazat, de figyelmeztetett, hogy pár nap múlva lejár a műszakim, és bár ki se látszom a teendőkből, muszáj szervízbe mennem, csomó pénzt kiadnom, mert ezek a mocskok, ezek vadászni fognak rá. Nem elég, hogy elkésve értem a munkahelyemre, még el is kellett kéreckedni a főnökömtől, mert idézést kaptam az adóhivatalból. Elengedett az öreg, de úgy nézett rám, hogyha lehetne szemmel ölni, hidd el, már rég halott volnék. Gyomorfekét fogok kapni egy napon, és ennek az irgalmatlan tekintetnek köszönhetem majd, amely átfúrja az életemet, még a vécén sem vagyok biztonságban előle. Az adóhivatalban kiderült, hogy szinte semmiért rángattak be. Háj, valami elmaradásom volt, és 605. Igen, írd és mondd, 605 forintot kell befizetnem, de csekkére egy másik hivatalba küldtek, és csak postán adhattam fel. Különben ketyegni kezd ez a nevetséges összeg, és rövid idő alatt meg sokszorozódik.
most mondd meg, nem azért találják ki az ilyesmit, hogy az ember idegeit a vécsőkig feszítsék, hogy a korai halál martalékává legyen? Mindezek után belém hasított, hogy holnap lesz a házassági évfordulónk, és már előre láttam az asszony gyilkos arckifejezését, hogy na erről, megfeledkeztem, ilyen egy rövid eszűt pipagya férfit sem látott még másikat, igazán jellemző, minden évben képes vagy eljátszani ugyanezt, mint bum, derült égből a villámcsapás, úgy zuhan rád az ünnep dátuma, ahol ott az elmúlt 20 év alatt bőven lett volna időd megjegyezni, már ha az a híres férfi agyad valóban nagyobb méretű lenne, mint egy ütődött csirké, loholtam, izzadtam, és az utolsó pillanatban értem el egy éppen nyitva tartó ékszerüzletet, ahol az ellenszenves, pattanásos kis eladó szorult helyzetemet kihasználva rám sózott egy méregdrága, ráadásul csúnya gyémánt gyűrűt, melyre az asszonytól megkapom majd, hogy tépikus, még az ízlését se ismerem, de a fiókba porosodni pont jó lesz. Talán a betörők egyszer elviszik, és akkor legalább megszabadulunk tőle. Hazafelé támadt egy ötletem, átkozom, értem magamat, egy könnyelmű pillanatban elérzékenyülve engedtem a csiricsáré plakát vonzásának, és az Operett színházba vettem két jegyet valami rémes musicalra, amelyről nejem olyan sóvárogva mondtam úgy, hogy úgyse jutunk erre. Most kénytelen, kelletlen, végig kell ülnöm ezt a vámpíros ízléstelenséget, és elviselni a feleségem öröm sikkantásait, hideg fejjel megfigyelni, ahogyan a flitteres, zakós, bájgúnárok öblögetéseitől olvadozik. És a kettőnk házassági évfordulója alkalmából valamilyen díszmajom karjába képzeli magát. Még hogy milyen napon volt, jó kérdés. Oh, my dear, szegény srác, pillantott a magyar ember, erre az amerikai, olyan őszinte együttérzéssel, hogy barátunk legszívesebben felpofoszta volna. Nekem fenomenálisra sikeredett mai napom. Munkába menet, koccantam automat, bum-bum, kicsit nehézkes volt a pasos a másik kocsiban, nem akarta elismerni felelősségét, responsibility-je, de szerencsére jött a rendőr és igazságot tett, sőt, udvariasan még arra is felhívta figyelmemet, hogy hamarosan lejár műszakim, oh my god, viszem is gyorsan szervizbe járgent, képzett, ha nem szól, alaposan ráfaraghattam volna. Főnököm írtó jó fej volt, mocosan nézett ugyan, de nem csak a késés bocsátotta meg, hanem az adóhivatalba is elengedett, amikor megmutattam neki idejzést. Jó, nem egy vigyori típus, de ha szorult helyzetbe kerülök, mindig jól vizsgázik emberségből. Tisztelem is ezért, és hálával gondolok rá, bár sokan még a tekintetét sem állhatják, szigorú ember, az adóhatóságnál ért másik kellemes meglepetés. Rettegtem, hogy elrontottam valami komolyabbat, something serious, you know, hogy nagy összegről van szó, amit ki se tudnék fizetni, talán nem kiderült, mindössze 600 forint miatt idéztek, yes! Ráadásul a hölgy előzékenyen elmagyarázta, hol tudok csekket venni, az gyorsan befizettem, ennyiben megúsztam az egészet, hú! Hálát adok az úrnak, hogy ezek után bevillant, hogy holnap lesz házassági évforduló, marriage. Ha elfelejtem, azt sose bocsátom meg magamnak, hiszen 20 éve vagyunk házas. Annyi mindent köszönhetek, mint majd, darling. Becsúszó szereléssel bejókeztem ki is ékszer bodvas, fiatal eladóhoz kedvesen kiszolgálta, rábeszélt egy pazar gyémánt gyűrűre, ez pontosan kifejezi majd, mennyire drága nekem az én kis feleségem. És amilyen mászlim van visszafelé, Operett színház előtt mentem el, Isten újon rá mutatott egy plakátra. A derék tengeren túli fiú ekkor előhalászott a belső zsebéből két olyan jegyet, tada, amilyet a magyar ember már látott, de amilyenből még kettőt semmi szín alatt nem kívánt látni. Így is minden önuralmára szüksége volt, hogy ne törjön elő belőle valami állati üvöltés. Most komolyan, mit tudnak ezek az amcsik a balsorsról, amely régen tép? A magyar ember üvegesedő szemmel bámult barátjára. Próbált nem gondolni az optimistára és a pessimistára, a közismert példázatra, és gyorsan elköszönt a meghökkent amerikaitól, nehogy még végül ne kiugorjon és lefejelje, vagy kasbarugja ezt a reménytelen barmot, aki csökönyösen félig telinek látja azt a rohadt poharat, amely nyilvánvalóan üres, érted? Üres! Hogyan szállítsunk anyóst? A magyar embernek van egy barátja,
aki sikeresen kifogta a magyar anyós minta példányát, tudományos értekezést lehetne írni anyukáról. Értekezés helyett a magyar ember és barátja rituálisan összejönnek egy kocsmában, és az anyós egészségére söröznek. Az első pár korsónál még csak szokásosan kegyetlen anyós viccek kerülnek szóba. This is not beer, but... Mikor jó az anyós? A porhanyós. Milyen is az anyós frizura? Középen elválasztva baltával. Hogyan temessünk anyós derékig, és élve, hogy ápolhassa a saját sírját? Mi a kérdés, ha az anyós kimegy a temetőbe? Hát, hogy ki hozza vissza a biciklit, vagy hogy pekvés, próba, mamika. A jó anyós ugyanis sohasem szól bele olyasmivel, ami nem rá tartozik. Csak hát, a jó anyós olyan széles körűen tájékozott, annyira jól ismeri a közmédiát, a kereskedelmi médiát, a bulvársajtót, olyan komoly értesülései vannak az összeesküvés elméletek és a fodrásznál keringő pletykák terén, hogy az amerikai futballtól az atomfizikáig terjedően elég nehezen elképzelhető olyan téma, amelyhez ne tudna érdemben hozzátenni. A jó anyós orvos géniusz. Köhécsel a gyerek, anyós rögtön telefonon keresztül műti. Láthatatlanban mondja a diagnózist, küldi a negatív energiát, rögtön felismeri a száj és körömfájás, az éjc, a bubópest is, és még jó néhány halálos kimenetelű betegség vírusát, és a hitelesség kedvére ezek latin nevét sem mulasztja el közölni. Mondandóját széleskörű orvosi statisztikákkal támasztja alá. Egyik ismerőse unokájának pont ez a típusú köhécselése volt, aztán belázasodott, vért hánt és kisvártatva elhalálozott. Egy másik ismerőse habozott kihívni a rohamentőt, már gyűjthettek is a gyereknek koszorúra. Egy harmadik ismerős drágálta a mentőhelikoptert, és azóta gyászol képtelen megbocsátani magának. A jó anyós azonban gyorsabb és hatékonyabb, mint a rohamentő, mint a helikopter, leszállítja az összes lejárt gyógyszert, és több köteg gyógyfüvet kezelésbe veszi az unokát, akit szülei maguktól a biztos halálba taszítanának. Mikor elhagyja a tett helyet, ugyanis egy jó anyósnak csomó fontos dolga van, mégsem ücsöröket áltónap az unokája mellett, főként, ha már a végromlást elhárította, telefonon tartja a kapcsolatot, és 10 percenként kikérdezi, rendesen követik-e utasításait, milyen állagú a takony, a széklet, és sok más hasonlóan érdekes dolog. A jó anyós utazási iroda, információs hálózata beszövi az egész világot, tudja, hogy Galapagoszra nem érdemes, mert sok a mérges tinta hal. Olaszban lesből támad a lábgomba. Görögország felkapott és koszos, Horvátországban kizárt, hogy normális szállást kapjatok. A jó anyós szupertitkos csatornákon keresztül értesül a legmegbízhatóbb ajánlatokról, és nagyon várja utólag a visszajelzést. Na jó volt! Igen, anyuka, a koszt kitűnő volt. Hogy örültek neki a kóbor kutyák. A szállás meg isteni! A szobában terjengő zsíros ételszagot, a csótányokat és az egész pályás szúnyogletámadást leszámítva. A kiszolgálás álom, orrában turkáló, semmilyen emberi nyelven nem beszélő, lenőtt hajú, lusta szőkeség, koszos tércokniban. Az árak nem is drágák, az extrém körülményekhez felárat nem számítottak. Őre is anyukától kérjük ám a tippet. A jó anyós életvezetési tanácsadó, rendőr, tűzoltó, vadakat terelő juhász. Édesfiam, így beszélni a lányommal, megint neki van igaza, inkább túlóráznál kicsit, hoznál több pénzt haza, joga van egy kis kikapcsolódáshoz, minek csináltál neki ennyi gyereket, semmi közöm hozzá, de törődj többet vele, mitől van olyan nagy a mellényed, ha én nem adok kölcsön, ott ültök a nagy semmiben, ingyen élök, a véremet szívjátok, de majd lesz nem mulacs, ismerek egy emek ügyvédet, a gatyát is lepereli róla, te szélhámos, hallgass anyukára, mindig jót akartam nektek, édes, kegyesen befogadtunk ebbe az előkelő családba, te meg úgy viselkedsz, mint egy bugris, lefogadom, hogy most is iszol valahol a lecsúszott alakkal, ti vagytok a város párba köthető két idiótája. A sörök számának előre haladtával egyre bátrabb a hangulat, egyre vagányabbak az anyós viccek. Az anyós bemegy a temetkezési vállalathoz, hogy szeretné elhamvasztani. Az ember bemegy a temetkezési vállalathoz, hogy szeretné elhamvasztatni az anyósát, mikor az eladó megkérdezi, milyen címre kell kimenni, a válasz így hangzik, nem szükséges érte jönni, kinnál az üzlet előtt. Köztudomású, hogy a magyar ember
anyós ülésnek nevezi az autóban a sofőr melletti ülést, amelyet a francia a halott helyének keresztelt el, hiszen statisztikailag az ott elhelyezkedőket éri a legtöbb baleset. A jelenség nem teljesen hungarikum, bár minden idegen nemzet képviselője elámul a magyar anyós folklór páratlan gazdagságát. A finnek is leteszik a maguk garasát ebben az ügyben, a kocsi tetejére erősített síbokszokat anyós szállító ládának hívják. A németek szerint pedig az amúgy aranyhordónak becézett, különösen kegyetlen hosszú tüskékkel felszerelt sivatagi kaktusz neve lenne anyós ülés. Azért a franciák sem angyalok, ha anyós ügyekről van szó. Íme egy kis mintavétel. Bemegy az ember a patikába, és arzént szeretne venni. De uram, feleli a gyógyszertáros, nem adhatom ki recept nélkül. És ha megmutatom az anyósom fényképét, az nem elég. A lengyelek is versenyben vannak. Uram, elraboltuk az anyósát, és váltságdíjat követelünk. És mi van, ha nem fizetek? Akkor klónozzuk. Így viccelődik a magyar ember barátja társaságában, míg az asztalon gyűlnek a sörös üvegek. Aztán a barát mobilja megszólal, bü-bü-bü-bü. Ő elsápad, pénzt csap az asztalra, és menekülőre fogja. Telefonját fülére tapasztva a bejáratból visszafordul, és szélesen gesztikulálva némán mutogat a készülékre. Bocs, az anyóson végzett a vásár. Lesse, igen, anyuka, megyek már! I think it's time to talk about literature. Nos, nagyon köszönöm, köszönjük a szerzőnek ezt tak a rendkívül moc krát děkujeme za tuto krásnou četbu procítěnou. Myslím si, že se vyrovnala opravdu divadelní scénické produkci. Műsorunk hátralévő részében szeretnék v části programu, kterou máme ještě před sebou, se pokusíme ještě promluvit o nějakých věcech. Navzdory tomu, že ti ještě nebylo ani 50, to znamená, že jsi relativně mladým spisovatelem. Další kötete még 1992-ben jelent meg, 21 éves korában magam címmel. První básnická sbírka vyšla v roce 1992 a od té doby tedy vyšla celá řada sbírek básní a pěti. A není to jediná knížka tohoto zaměření. Například můžeme citovat ještě knížku Rejska s písmenkama, básničky pro lepší krmení, která obsahuje říkánky, které mohou rodičům pomoci při krmení potomků. Apám kakasa týmű, amely klasikus magyar gyerekversek különböző változatait tartalmaz. V této souvislosti je potřeba zmínit také tvoji sbírku Kohout mého otce, kterou si napsal společně s Istvánem Vörösem a která obsahuje variace na klasické maďarské dětské básničky. Ebben a műfajban a gyermekversekben az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb, legtöbbet publikáló. V tomto žánru, to znamená v oblasti dětských básniček, se jedním z nejoblíbenějších a nejvydávanějších současných maďarských autorů. A potřeba taky zmínit, že má 6 dětí, jedno syna a 5 dcer. Abban a saját családjának chtěl bych se zeptat, do jaké míry má právě tvoje rodina, do jaké míry se hrává roli inspirace při tvorbě této dětské literatury. Igen, köszönöm a kérdést, kicsit děkuji az adatok rengetegében nehéz eligazodni, úgyhogy azért zaznělo hodně. Csak pontosítás, 56 könyvem jelent meg. Körülbelül a fele gyerekeknek, fele felnőtteknek. Vyšlo mi 56 knížek, zhruba polovina pro děti, polovina pro dospělé, i co se týče poezie a prozy se to dá rozdělit zhruba na poloviny. Popravdě řečeno, já jsem byl dost vážný člověk a nikdy jsem neuvažoval o tom, že budu psát pro děti, protože mě v hlavě ležela celá řada vážných témat pro dospělé.
határozott, hogy én nicméně írom gyerekeknek, amikor született saját gyerekek. Biológia rozhodla o tom, že jsem začal psát pro děti, poté co se mi narodil první syn. Jednak proto, že jsem chtěl psát dětem, které jsou ve stejném věku jako mý potomci. A vyšlo najevo, že fantazie malých dětí nezná hranice. A mint hogyha ő lenne Ádám, az első ember a Rilke teremtés řekl, kezdeni. Že básník má pohlížet na svět, jako kdyby byl prvním stvořeným člověkem, kdyby byl Adamem. No a dítě je podobné situaci, protože se na svět dívá a na věci dívá poprvé. Takže je to velice produktivní metoda, když teda sledujeme fantazii dětí. Příklad, byl jsem jednou v Americe a měl jsem tam sérii přednášek pro tamní Maďary a zrovna jsem byl ubytován v Brooklynu. Seděl jsem u vchodu a z vedlejšího domu vyšla černošská maminka s malým dítětem. A ta holčička se podívala naproti do parku a řekla, podívej, tam jsou krásné bílé kytky. Igazi ronda koszos park volt telehordva no, szeméttel. A byl to park, který byl opravdu hrozně špinavý, plný smetí, plné smetiště. No a já jsem se podíval na strom a viděl jsem, že tam byly na větvích zachycené igelitové sáčky a ty sáčky se ve větru třepaly. No a když jsem se na tuto scénu podíval očima té malé holčičky, tak se opravdu dalo říct, že jsou to krásné bílé květiny. Takže si z toho, že člověk z toho může vyvodit ten závěr, že když člověk vychází hned ráno z domu s tím, že je tady hrozný smetiště a to je, brzy bude konec světa, no tak má zkažený den. Zatímco to dítě na to dívá optimisticky, tak je šťastnější. Egy alomból, vagy egy kennelből, szóval egy asszonytól. Takže mých pět absolut, dětí, já túlságosan normális tek között, říkám, že jsou to děti z jednoho vrhu. Ez abból a szempontból is nagyon hasznos volt, hogyha én íróként valamit el akartam képzelni, akkor nem kellett kimennem a valóságba, tak hanem vlastně ott volt előttem a társadalom. Tehát nemusím chodit pro témata někam ven, protože mám před sebou to dění, mám před sebou ten darwinistický boj o přežití. U mě doma dochází tady k tomu, nebo odehrává se tento zápas mezi mými potomky. Děkuji za tuto zajímavou a upřímnou odpověď. A když se podíváme na tvoje rozsáhlé dílo, říkal jsi, že to je 56 knih, tak je mezi nimi jedna, kterou si rovněž napsal s Istvánem Vörösem a jejím titulem je to sbírka, která již název se dá přeložit jako namotej text. Ugye Vörös Istvánnal is több kötetet jegyzel, és egyébként sem átülettel, hogy négykezes művekben vegyél részt. Vagy mi az, ami ezekre a négykezes celou řadu básnických sbírek si napsal se Štvánem Vörösem. Co je důvodem, proč je dobré, proč je příjemná tato práce ve dvou autorech? Hát igen, Vörös István kollégámmal három kamarádem a kolegou Istvánem Vörösem jsme společně napsali tři sbírky. Tipikusan magyar közönségnek íródó jsou to sbírky, szövegek, versek, dalszövegek. A básně a az, hogy a klasszikus magyar verseket, texty písní, které nejsou úplně pro běžné, respektive jsou právě pro
úplně běžnou populaci, běžné maďarské publiku, protože si vezmeme vždycky nějaké obecně známé dílo, obecně známou báseň, třeba romantickou, a to nějakým způsobem zpracujeme, aktualizujeme, bereme v úvahu to, že už dneska existuje, já nevím, elektronická pošta, letadla a podobně, to znamená věci, které v té době, kdy to dílo bylo vytvořeno, nemohly existovat. Neexistovaly, tudíž nemohly být do toho díla zapracovány. Každopádně takové jevy jako láska, násilí, lítost, ty jsou neměnné a mění se jenom ty kulisy, mezi nimi se všechny tyto věci a tyto příběhy odehrávají. Amiben magunkra ismerünk, és egy kicsit no, azt is a látjuk. Vzniká tak určitý labirint, ve kterém můžeme sebe sami poznávat. Terjednek az interneten, ehhez tudnám hasonlítani őket, amikor mondjuk egy klasszikus příběhy, valaki mai ember popsat k různým takovým kolážím nebo takovým zpracováním klasických výtvarných děl, obrazů, které počítačově někdo zpracuje tak, že například tam dosadí svůj vlastní portrét. Takže je v tom určitý zajímavý pocit, že proč ne vlastně, proč proč by nemělo být v dnešním životě aktuální ta stejná témata jako v těch klasických dílech. To znamená, z toho důvodu tato díla aktualizujeme. Když se podíváme na nějaký text písně, tak můžeme zase změnit jenom část textu, samozřejmě většina písní je o lásce, takže stačí třeba nějakou část, která se nám zdá příliš sentimentální, můžeme ji trochu nahradit, posunout směrem k dnešnímu světu, tak nebo můžeme ten text zasadit do realističtějšího prostředí, tak je zajímavé, když vidíme, co z tohoto vznikne. Může vytvořit takové situace v básních a v písňových textech, které jsou běžné. Například petrolejová lampa, třeba na Slovensku je známá píseň jedné maďarské skupiny, petrolejová lampa. O petrolejových lampách. A vzhledem tomu, že to už není aktuální záležitost, tak lze se zamyslet nad tím, jak lze tady toto pozměnit, tak aby to odpovídalo současnému světu. Takže je to každopádně velký zážitek spolupracovat s Istvánem Vörösem, protože on taky velice rád pracuje na těchto věcech a tak si přehazujeme různé nápady. Když začneme tu společnou... Zpravidla začínáme tady tuto společnou práci, když máme něco úplně jiného dokončit v nějakém termínu, nějakou jinou literární práci. No a zrovna v těchto okamžitých dostáváme obrovskou chuť na to, abychom začali spolupracovat na těchto věcech. Protože to zdá se, že toto je právě, to jsou nejkreativnější okamžiky, kdy člověk nějakým způsobem uhýbá před povinnostmi. Takže to způsobuje obrovskou kreativitu. Akárni valami ilyen titkos összeesküvés kettem. Takže vždycky jsme tady tyto společné básnické sbírky tvořili tehdy, kdy jsme měli pracovat na něčem jiném. Takže vedli jsme jednak dialog sami mezi sebou a jednak dialog s tou literární tradicí, kterou již díla jsme tímto způsobem zpracovali. Moc krát děkuji. Málo kdy má člověk možnost mluvit se spisovatelem, který vytváří takováto, můžeme říct, čtyřruční díla.
illetéről. Van egy következő műfaj, melyben szintén jelen vagy. Dalším žánrem, kterém také tvoříš, jsou dramata. Ez pusztán egy újabb irodalmi terénum felfedezésének a vágya volt, vagy pedig volt... Dramaty se začal věnovat, protože se chtěl nějak zakusit další oblast, nebo jaké proto byly důvody? Júlillik című a nyelvlecke, és egy különös című, ami... Abych zmínil tvá dramata, tak prvním z nich byl Dům přeživších, další se nazývají Autobus odjíždí, další Popelka a pak je tady jedna rozhlasová hra, více dvoujazyčná, která se jmenuje Jazyková lekce, rozhlasová hra v maďarštině a ve francouzštině. Igen, hát az ilyen kérdésekre, az ilyen alkotás technikai kérdésekre mindig van egy szép válasz. Techniky vytváření těchto děl, tak... Hogyha realisztikus válasz felől kezdjük, akkor... Se dá na ně odpovědět realisticky. Tak když bych měl odpovědět takto realisticky, tak odpověď by zněla, že jsem ta dramata vytvářel, protože jsem dostal stipendium na napsání dramatu. Protože já jsem prostě takový odporný literát, který je ochoten psát za peníze, no ale prostě i peníze jsou také potřeba. Takže to je jedna věc. Že dramatická literatura, že jsem byl přijat tímto způsobem do té oblasti dramatické literatury a využil jsem této možnosti. Co se týče toho prvního dramatu, Domu přeživších, tak to je taková snová záležitost. Azóta hál' Istennek tartósan ismerem, mert 9. éve már az írásból élek, illetve a fellépésekből. De akkoriban ez még teljes újdonság volt. V té době to pro mě byla úplně nová věc, že něco napíšu a oni mi za to hned zaplatí. Dneska už to není nic zvláštního, protože už 9 let tedy se živím pouze psaním a čtením. A hodně teda taky překládám. Předtím jsem vyučoval. Hodně jsem taky překládal, ale nebyl jsem placen přímo za tu svoji spisovatelskou tvorbu. To znamená, tato stipendia na napsání těch jednotlivých dramat pro mě přinesla takové novum v tom, že jsem dostal určité peníze na to napsání toho dramatu. Azt tudja, hogy ez milyen furcsa, kdo különleges. Zná divadlo, tak ví, že to je velice zvláštní. Egyszerre élő, és mégis illúzió. Realistické částečně iluzí. Tudjuk, hogy nem Hamletnek hívják, és nem Dán. Víme, že ten člověk, co je na jevišti, není Hamlet, že to není, že není Dán, neumí dánsky, není to princ, ale přesto mu to rádi uvěříme. A přesto rádi uvěříme tomu, že jsme se najednou ocitli ve středověkém Dánsku. A tady tento zážitek přináší i četba. Ott van az intertext, ott van a szöveg, ami hordozza ezt az illúziót. Itt viszont text přináší podobně tuto iluzi, ale v divadle tuto iluzi nastolují přímo ti herci. Az ember fölszáll a buszra, és most Covid van, úgyhogy nem ül mellé senki, vagy nem tudom, hogy van ez Csehországban. Když třeba člověk nastoupí do autobusu, teď je to trošku jinak v době covidu, ale dneska si k vám někdo nepřisedne, ale nevím, jak je to v České republice, ale za normálních okolností, když člověk nastoupí do autobusu, tak hnedka začíná nějaká komunikace, když například se na někoho dotknu, třeba v zatáčce, tak hnedka tom vytvoří komunikační situaci. Shakespeare-nek is a felét kihúzza a rendező, az élő v divadelní praxi je jasné, že režisér část textu vyškrtne i ze Shakespearea, polovinu vyškrtne.
történet, és megismételhetetlen. Ale každopádně ta divadelní práce je, je něčím úžasným a neopakovatelným. Bavili jsme se o tom, co je důvodem toho, že píšeš celou řadu žánrů. A říkal jsi, že podle toho, o čem chceš zrovna psát, podle toho si vybereš ten dalý žánr. Mondandó számára. Ekkor jelent meg első prózai kötetet 2002-ben, tehát a két csavart szaltó, a szabadulás és a kegyetlen requiem című kisregények, és azóta számos próza köteted jelent meg. Prvním, první sbírkou prózy, ta vyšla v roce 2002 a nazývala se teda Dvě točená salta a byly to vlastně dvě malé romány Vysvobození a Kruté requiem. Od té doby následovalo několik prozaických děl, sbírek povídek. A proč je pro tebe dobré, proč rád píšeš prózu? Hát én gyerekkoromban, amikor igazából az írásra nem készültem, mert nem írónak készültem. V té době jsem se samozřejmě ještě nechystal na to, že budu spisovatelem, ale každopádně jsem v té době četl spoustu prózy, zejména různých dobrodružných románů, různých indiánky jsem vyprávěl z paměti svým sourozencům, takže pokud jsem se v té době nějakým způsobem chystal na literární dráhu, tak to bylo právě četbou pros. Ale každopádně pro tvorbu románu je nutný čas. Különböző állapotokban ott leveg, nem tudom, 5 vagy 6 fájlnyi regény. V mém počítači je celá řada načatých románů, nebo celá řada několik načatých románů a člověk se musí teda vytvořit ten čas, najít ten čas, aby mohl v těchto načatých dílech pokračovat. A tehát ez maraton utás. Je to taková, takový maratonský běh. Mellette rengeteg rövid prózát írok, és az, az jobban vedle nich píšu celou řadu krátkých próz, což je daleko podobnější té poezii. Hemingway řekl, že dobrá novela je vrcholkem ledovce. To znamená, pod ní je takové velké zázemí, které nepopisujeme a novela je dobrá tehdy, jestli v tom nevysloveném a v tom na papíře neviditelném světě je více věcí ukryt, zřejmě pro toho čtenáře, než kolik je jich tam teda ve skutečnosti napsaných. Nechci to mystifikovat, ale něco takového, k něčemu takovému dochází. Když jako spisovatel používám svoje nástroje a napíšu tam, že se někdo poškrábal za uchem, tak to není jenom proto, že se prostě poškrábal za uchem, ale protože to něco vyjadřuje, že chce někoho třeba zabít nebo znásilnit, nebo že se chystá na nějakou diskusi. To znamená, je na mě na próze zajímá a láká to, že lze vytvářet takové koncentráty života, takové konzervy života a jak si modelovat reálný život. Zmínil jsi, že pracoval jako překladatel, respektive možná, nevím, jaká je situace, ale možná i nadále překládáš. Átültettél magyarra idegen szerzőket, te franciából ültettél költőket. Ty si překládal z francouzštiny básníky,
a költőket persze, akiket fel a... Nejenom francouzské, ale také belgické a už klasické nebo i avantgardní symbolisty. És talán picit meglepett és is okozva egyeseknek. A pro někoho je možná překvapivé, že si... že si překládal teda i belgické básníky. A proto bych se chtěl zeptat, proč tvoji překladatelský zájem vzbudili právě belgičtí avantgardní básníci. Igát, 38 műfordítás kötetem jelent meg. Vyšlo mi 38 svazků, 38 knih, které jsem přeložil. A jsou mi blízci jak symbolisté z konce 19. století a stejně tak i soudobí, současní básníci a prozaici, nejenom teda Francouze a Belgičany, ale také Švýcary a Kanaďany, ale těch Belgičanů je mezi nimi opravdu hodně. My jsme měli takového zvláštního učitele László Ferenciho, který pořád kouřil jednu cigaretu za druhou a byl úplně jiný než všichni ostatní učitele vyučující na univerzitě. V té době se ještě na univerzitěch kouřilo a měl obrovské vzdělání v historii a historii literatury a historii. Od Ameriky po Rusko, od Číny po Anglii velmi rozšířil naše obzory. A v rámci tady tohoto mluvil právě hodně i o těch Belgičanech, no a my jsme potom byli na nějaké studijní cestě v Belgii a pak jsem psal o belgických básnících, sentimentalistech i disertační nebo nějakou práci, seminární. Baudelaire, Verlaine a další pařížští dekadenti, jako zástupci dekadence opravdu chodili nebo používali drogy, alkohol a podobně. Belgičtí básníci vlastně psali podobném duchu, ale jejich život vypadal jinak. A mně se tady tento rozpor velice líbil, velice mě zaujal. Láttam, hogy nagyon értékes dolog, és hogy Magyarországon nem nagyon foglalkozik vele senki. Se tady tímto, touto oblasti literatúru nikdo moc nezabývá. Még ma is megvan, én azt hiszem, egy furcsa hagyományunk. Taková zvláštní divná tradice v Maďarsku, že jak si víc dáme na takové ty velké literatury, německou, anglickou, francouzskou, americkou, samozřejmě i maďarskou našeho hlediska. No a pak jsou tady ty další, které nejsou až tak důležité. No a já si myslím, že toto není správný přístup, protože když se podívám třeba na albánskou literaturu, tak hnedka uvidíme, že tam najdeme... najdeme řadu dobrých podobných hodnot, jako třeba v maďarské literatuře. A sadím se, že průměrný Angličan ví o maďarské literatuře víc, než my víme o albánské literatuře. Takže my si možná myslíme, že tyto malé literatury třeba nejsou tak hodnotné, ale přesto mají svůj vlastní svět. A což se
což se projevovalo na tom, že když jsem přišel do nějakého vydavatelství s tím, že překládám belgickou poezii, belgické novely, tak byly ty reakce takové velmi vlažné. No, proč Belgičané? A velmi těžko to tedy přijali, akceptovali, že teda jo, že teda Belgičani. A nakonec se to podařilo vydat tyto díla, tyto překlady. Moc krát děkuji. Čas pokročil a máme čas na jednu jedinou otázku. Zmínil jsi, že často vystupuješ. A to jednak na různých akcích, které jsou určené pro dospělé, ale možná ještě častěji na akcích, které jsou určené pro děti, jako básník a tvůrce dětských veršů. Proč je pro tebe důležité představovat tady tyto texty, tyto básně osobně, když je třeba říct, že ti vyšly také audio knihy, respektive ty básně jsou natočené tímto způsobem. Ano, máme takové klišé, které často zmiňujeme, že skutečný spisovatel je ten, kterého objeví až po jeho smrti. Ale já si myslím, že to v podstatě může tak klidně být, když to tak někdo cítí, tak to tak může praktikovat, ale kdo zná literární historii, tak také ví, že je zcela nevypočitatelné, zda za 20-50 let bude někoho ještě zajímat to, co já teďka píšu. Takže já si spíš myslím, že je důležité se setkávat, pro mě je důležité se setkávat se svými čtenáři a se současnými lidmi. Těch 160 karantén színház adást csináltam, ilyen live-ot. Teď v době karantény jsem dělal několik, no celou řadu online představení. 7000 fős nagy közösség a Facebookon, akik követik az írásaimat. Na Facebooku mám asi 80 tisíc sledovatelů, kteří teda sledují to, co píšu a to, co tam uveřejňuje. Takže já si myslím, že kultura se tímto způsobem může vrátit do stavu, ve kterém byla původně, když ještě nebyly knihovny a kdy se ta díla komunikovala ústně. Byla to komunikativní kultura a já i nadále si myslím, že literatura by měla být tímto způsobem komunikována. Moc krát děkuji a pokud vím, tak čas dnešního programu vypršel, takže za sebe bych ti velice rád poděkoval. Velice bych poděkoval Jánoši Lackfimu za to, že představil toto svoje velice bohaté dílo a svoji velmi bohatou a rozsáhlou činnost, a že odpověděl na naše otázky. Rovněž tak bych chtěl poděkovat divákům v Brně za pozornost, kterou věnovali našemu zajímavému rozhovoru. Přeji všem krásný večer a další zajímavá setkání s literáty, ať už v rámci tohoto festivalu nebo i jinde. Takže krásný večer do Brna. Thank you.